itt látszik, hogy ugye Komárom megyébe ez a kettő telep. A magyarországi fertőzési gócpontokat mutatja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Ugyanis a napokban madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy baromfi telepen. Ennek következtében Dél-Korea, Hongkong, Japán, Kanada és Kína is ideiglenesen megtiltotta a Magyarországon élő baromfi és különböző baromfi termékek kiszállítását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, hatalmas anyagi kár keletkezett az állattartók és a nemzetgazdaság számára. Az érintett szárnyas tartóknak közel egy éves bevételkieséssel kell majd számolniuk. Sajnos az idei évben is felütötte a fejét hazánkban a madárinfluenza vírus, hasonlóan, mint az elmúlt évben, szintén január hónapban és szintén Komárom megyei gazdaságokat érintően. A madárinfluenza vírus gyanúját beigazolása után a szakértők megtették a megfelelő intézkedéseket, és sajnos ebben az esetben az érintett állattartó telepeknek a teljes állatállománya megsemmisítésre került, tehát leölik az állatok. A gazdaságok fertőtlenítésre kerülnek, emellett egy 3 kilométer sugarú körben védőkörzetet hoznak létre, és egy 10 kilométeres sugarú körben pedig megfigyelő körzetet hoznak létre. Itt a baromfitartó telepeket, minden egyes baromfitartó telepet felkeresnek a hatóságnak a szakemberei, és mintavételezik, hogy a fertőzési gócokat megtalálják, hogyha esetleg még van. Az elsődleges tünete a betegségnek, hogy az állatok kevesebb takarmányt fogyasztanak, kevesebb vizet isznak, bágyadtak, gubbasztanak, ilyen felborzolt tollakkal ülnek, és hát sajnos a végeredménye pedig az, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de elhullás következik be. A madárinfluenza a házi és vadon élő madarakat fertőzi meg, emberre azonban nem veszélyes. Vendég Edit úgy fogalmaz, a lakosság is sokat tehet azért, hogy lassuljon a vírus terjedése. Például szárnyasokkal való érintkezés előtt és után fontos a kéz- és lábbelik fertőtlenítése. Mivel Európában a vírus már a tavalyi év ősz végén felütötte a fejét, az országos főállatorvos november végén rendelte el a szárnyasoknak, a baromfiknak a kötelezően zártan történő tartását Magyarországon. Ez azért fontos, mert tudni érdemes, hogy a madárinfluenza vírust azt nem csak a fertőzött vadon élő madár, tehát a vándormadarak, hanem az ürülékük, bélsaruk, az elhullajtott tollaik, és végső esetben ugye sajnos az elhullott tetemek is terjesztik. Tehát ezért kell megelőzni azt, hogy a házi állataink, az állattartó telepeken élő szárnyas állataink találkozzanak, érintkezzenek a beteg állatokkal, vagy a fertőző ágensekkel, emiatt szükséges a zártantartás, és nagyon fontos az, és erre is érdemes odafigyelni, és nem csak az állattartó telepek, tehát nem csak a gazdálkodóknak, de akinek házilag van otthon baromfia, annak is, hogy nem csak az állatokat kell zárva tartani, hanem figyelni kell, el kell zárni az állatok tartását, kapcsolatos eszközöket, meg kell akadályozni azt, hogy a vadon élő madarak, vándormadarak a házi állatainknak, vagy az állattartó telepeken a takarmányhoz hozzáférjenek, az ivóvizet beszennyezzék, az alomanyagot beszennyezzék, mert ez mind potenciális fertőzési forrás lehet. Arra is nagyon érdemes odafigyelni, házilag is, és ugye az állattartó telepek munkavállalói részéről, hogy a higiéniai elvárásokat most sokkal jobban be kellene tartani, tehát a kézfertőtlenítésre, ruházat, cipőnek, lábbelinek a fertőtlenítésére jobban oda kell figyelni, mert sajnos egy gumicsizmával is be tudjuk vinni a fertőzést az istál. A tavalyi évben több mint 10 milliárd forint kártérítést fizetett ki a magyar állam a betegséggel érintett gazdaságoknak és gazdálkodóknak.